Békés Csabát az itt lakó nemzetiségek kultúrája erőteljesen fűszerezi és teszi izgalmas, szerethető helyét. Ezt érthetjük szó szerint is, hiszen minden nemzetiség komoly gasztronómiai hagyományokkal rendelkezik. Ugyanakkor mindegyik kis közösség saját nyelvével, kultúrájával is hosszú ideje gazdagítja városunkat. A már hagyománnyá vált nemzetiségek napján teljesen megtelt a békéscsabai polgármesteri hivatal díszterme. Az ünnepség során lehetőség nyílt arra, hogy a különböző nemzetiségek megismerhessék egymás kultúráját és szokásait. A résztvevők színes műsorokat láthattak, valamint a nemzetiségek kitüntetéseinek átadására is sor került. Többek mellett Pisné Hégely Szilvia, a Tündérkert óvoda óvónője is kitüntetésben részesült a szlovák kultúrát ápoló évtizedes munkásságáért. 25 éve vagyok szlovákos óvodapedagógus, én már tulajdonképpen a szlovákságba beleszülettem, mert a nagyszüleim csak szlovákul, illetve itt, ahogy Békés Csabán mondják, tótól beszéltek otthon, az édesanyám is egész kisgyerekkoráig csak szlovákul beszélt, úgyhogy ez adott volt nekem ez a dolog, hogy ugye a szlováksággal foglalkozok majd én is. Én is a szlovák általános iskolában végeztem, a gimnáziumot és a szlovák gimnáziumban végeztem, szlovák szakon végeztem a főiskolán, és szlovákos óvodapedagógusként már olyan munkahelyet kerestem magamnak, ahol kamatoztatni tudtam a tudásomat, az otthonról megszerzett tudásomat, illetve az iskolák során, és úgy gondolom, hogy szívvel lélekkel teszem a dolgomat. Nagyon szeretem a szlovákságot, szlovák gyökereimre, nagyon büszke vagyok, és próbálom a hagyományokat a gyerekekbe átörökíteni, aki esetleg nem rendelkezik nyelvi gyökerekkel, azokkal megszeretetni a szlovák nyelvet. Az ilyen és ehhez hasonló felemelő esték nagyon fontosak Békés Csaba életében, ugyanis azáltal, hogy a nemzetiségek ápolják hagyományaikat és megélhetik eredeti identitásukat, a megyeszékhely kulturális élete is sokszínűbbé és értékesebbé válik.